kívánok én is mindenkinek. Majd le fogok ülni, mert így nem tudunk beszélgetni szokás szerint. A mai estén a Roland Barthes a világos kangájáról fogunk beszélgetni Barthes monográfusával, Angyalusi Gergellyel. És mielőtt elkezdenénk érdemben beszélni, azt azért szeretném elmondani, hogy ahogy már jeleztem is az előzetesben, hogy a világos kamra a legszebb írás, amit legalábbis én olvastam a fotográfiáról. Ugyanakkor, és valószínű, hogy nem is lehet überolni, hogy úgy mondjam, ugyanakkor, hogyha az ember arra kíváncsi, hogy mi az, amit végül is a Barthes mond a fotográfiáról, tehát mi az, ami ebből, hogy úgy mondjam, hasznosítható, akkor elég húzmis a helyzet, tulajdonképpen erről fogunk beszélgetni. Csak azt kell tudni, hogy ezzel én, és nyilván Gergely sem akarja, a könyvnek a jelentőségét, fontosságát, szépségét kétségbe vonni. Tehát nem erről van szó, arról van szó, hogy ha van egy könyv, amit nem tudom, hogy mindenki olvasta-e vagy nem, aki még nem olvasta, én azt őszintén irigylem, mert nagyon nagy élményben lesz egy része. Én vagy 10-szer olvastam, és még mindig tudok benne szép megfogalmazásokat és örömöket találni. Most fogok leülni, és akkor rögtön elhadalom, hogy mi az, amivel nekem alapvető bajom van. Az az, hogy ezt a szép könyvet sajnos 30 éve úgy olvassuk a magyar kiadásban, hogy meg van csonkítva. Na most én időközben ráakadtam egy tanulmányra, amely 20 vagy 25 más nyelvű kiadását tekinti át, és az a helyzet, hogy azok ugyanúgy meg vannak csonkítva, mint a magyar kiadás. Itt lehet látni, itt láthatják, hogy mi minden hiányzik a könyvből. Én ezt próbáltam szolgáltatásként legalább egy részüket önöknek. Azt hiszem, ott van a széken, tehát vigyék haza, hogy érdemes legalább belerakni a könyvbe. Na most az, hogy 20-25 más nyelvű kiadásban szintén ugyanezek az anomáliák vannak, az szerintem semmire nem igaz. És mutatom is, hogy mik is itt a gondok. Ugye hát ez maga az eredetinek a címlapja. Mindenek előtt hiányzik az ajánlás, nem tudom, hogy ezt el tudják-e olvasni. Igen, Sartre-nak a képzelet című. Ugye jól fordítom? Nem egészen, mert két könyve van szemben, egyik az Imagination, másik az Imaginaire. Ez az Imaginaire inkább a képzelet belének szoktuk fordítani, a másik az a képzelet könyv. Ez egy két különböző könyvről van szó, és ez a képzelet belén című könyvnek ajánlja ezt a saját könyvét. Hát én valamire remélem, hogy angolul ezt olvastam. És egyszer találtam benne olyan idézeteket, amelyeket nyugodtan használhatott volna Barthes is. Hiányzik a nyitókép, erre majd még visszatérek. Akkor hiányoznak ezek a kis széljegyzetek, ezek azokra az irodalmi jegyzékekre, vagy az irodalmi jegyzékekre megadott szakirodalmi hivatkozások tulajdonképpen, tehát a konkrét helyek. Hiányzik maga ez a jegyzék is, ugye, akkor hiányzik a felhasznált képek jegyzéke, hiányzik tehát a fotósokra, akikről beszél, azoknak a jegyzéke, és végül hiányzik a tartalom jegyzék. Na most az ez. Na most erre vonatkozna tulajdonképpen az első kérdésem, hogy, illetve rögtön kettő, hogy mennyiben, én azt hiszem, hogy a Barthes ez a talán a legismertebb műve, vagy legnépszerűbb műve, legtöbben ezt olvassák, nem biztos, hogy igazam van, ez a benyomásom. Mennyire tekinthető ez, hogy úgy mondjam, főmű? És a másik kérdés?
Mind a kettő. Tehát igazán van-e abban, hogy ez a leg... Hát én szerintem nem ez a legnépszerűbb mű, hanem a Fragmenta Discurandum, tehát a töredékek egy szerelmes, nem tudom, hogy jelentnek magyarul szerelmi beszéd töredék. Szerelmi beszéd töredékei, vagy valami hasonló címe volt magyarul. Az rögtön a megjelenése után 100 000 példányba fogyott el, mert szerelmet direkt értek el. Ezt a fotókönyvet megvette és adott el, és megveszi, az már tud valamit Barthról is, vagy nagyon érdeklődik a fotó iránt, és hallotta, hogy ez egy klasszikussá lett munka, egy fotóról szóló. Hát akik tényleg a Barthra jongók, azok nyilvánvalóan ezt helyezik a csúcsra, mert tényleg egy elképesztően szép könyv. Szépnek szép, de mennyire fontos? Tehát az életműn belül, vagy hogy mondjam, tehát intellektuális életműn. Igen, hát ahhoz megint csak valamit kell tudni a Barthi életműről. 2 éve jelent meg az első igazán komoly biográfia Barthról, ez a könyv. Ez a Marie Gilles nevű szerző írta igazán példátlan lakossággal, és ő például azt mondja, hogy a Barthnak az élete végén, utolsó éveiben mindig egy regény megírásán járt az esze. Azt mondta, hogy azt írja ebben a biográfiában, hogy tulajdonképpen ez a Barth regénye, legalábbis a második fele a műnek, az már a regény. Tehát, hogy ezt tulajdonképpen úgy kell olvasni, mint egy regényt, a Barth értelemben, a regénynek a kezdeményét, vagy részleges megvalósulását. És egyébként nem azért, hogy szemben dicsérjelek, de szeretnék neked gratulálni, hogy bravúrosan a könyvedben ez a két rész tükör játékát, tehát hogy ketté osztik a könyv, és van egy egymásra vonatkoztatása a két résznek. Pontosan ezt írja le a Marie Gilles is, és azt mondja, hogy az első rész után bár belekerült egy ilyen vákuumban, nem tudta, hogy mit csináljon, hogy lépjen tovább. De gondolom, erről még fogunk beszélni a két rész között. Igen, de tudják, hogy miről van szó. Szóval az a helyzet, hogy valóban az a helyzet, hogy a világos kamra az összesen 48 rövid fejezetből áll, mindegyiknek van címe, azt most már tudják is, hogy mi, vagy ott megnézhetik. És az első résznek az utolsó mondat az az, hogy vissza kellett vonnom a nézeteimet. És viszont ha elkezdi olvasni az ember a második részt, akkor nem, hogy semmiféle visszavonás nincsen, hanem még utalás sincs arra, hogy egyáltalán léteznék az első rész. És ezt én nem értettem, hogy van, és most már nem tudom, hogy miért, de véletlenül elkezdtem úgy olvasni az egyes fejezeteket, hogy első rész első fejezet, második rész első fejezet. Első rész második fejezet, második rész második fejezet. És arra jöttem rá, Isten bizonyban én nem puskáztam, arra jöttem rá, hogy tökéletes szimmetria van. De annyira tökéletes, hogy néha úgy szavak visszajönnek, hogy gondolatok, tehát olyan, mintha párba írta volna meg a Barth. Egyébként elég vicces dolog, azt a Geoffrey Becher egy tanulmányából tudom, hogy ugye a Barth megadja, hogy mettől meddig írta a napra pontosan. Na most 49 napig írta, 48 fejezet van. Ez is egy vicces dolog, nem tudom, hogy született ez a... De akkor végül is miről szól, ugye? Akkor tényleg csapjunk bele a közepébe. Az egyik, ami szerintem a legtöbb emberben megmarad, az az, hogy a nemrég már úgy értem, hogy a megírás akkor nemrég, másfél éve meghalt anyának állít emléket. És csak erre van egy idézetem, majd mindjárt meg igen, az 5/6, olvassa föl. Egy novemberi estén nem sokkal anyám halála után fényképeket rendezgettem. Egy kis kötetet akartam írni anyámról, mint Valeri. Egyedül saját magamnak. Egyszer talán meg is írom, és ha kinyomtatják,
Anyám emléke legalább addig él, amíg az én hírnevem. Na tehát itt azt mondja, hogy egyszer talán meg is írom. Tehát ez mégsem az anyjáról szól. És plusz rájöttem, hanem kétszeres vagyok, és úgy szoktam számolgatni. Tehát az derült ki, hogy az első részben összesen kétszer említi az anyját, és mind a kétszer jelen időben beszél róla, vagy legalábbis semmilyen módon nem jelzi, hogy már nem élne az anyja. A második részben már több említés, tehát többször említi, de ott is nagyon kevés oldalon volt, viszont nagyon sűrű. Ha jól emlékszem, akkor az egész könyv terjedelmének az 1/8-ában esik szó egyáltalán az anyjáról. Tehát nem tudom. Hát talán érdemes a születésének körülményei, könyv születésének körülményeit felidézni. Arról van szó, hogy a Kairi Cinemának a szerkesztőjét fölkérték arra, hogy írjon a filmről valamit. És akkor ezt elállította azzal, hogy őnek el filmről például nincs sok mondani valója, viszont rájött arra, hogy nagyon szeretne írni a fotográfiáról. Hát ez a 77 második felében lehetett, amikor a mama már haldoklott, tehát 77 októberben halt meg az édesanyja. Azóta már ezeket részletesen tudjuk, ezeket a lépéseket, megjárt a Journal de Deuil című könyve, vagyis azoknak a Cetliknek a kiadása, amelyek halálnapló, vagy nem gyásznapló, így lehetne fordítani. Tehát a mama halála utáni rövid lejegyzése, ugyanis még annyit tudni kell, Bart munkamódszere az volt, hogy kicsi papírfesznikre jegyzett el, és akkor ezeket a feszniket, amelyekből mikor az emléke rendezett nagy Pompidou-beli kiállítás volt, ebből egy egész nagy termet betapétáztak ezekkel a fesznikkel, és szóval az volt a rendszer, hogy ezeket így rendezgette, tehát újra keverte mindig. Tehát volt egyfajta aleatórikus módszere is, tehát hogyha mással rendben rakjuk a dolgokat, akkor más jelentéshez vezetnek, ez persze összefügg a strukturizmussal és bifenivel. De itt az a lényeg, hogy tulajdonképpen akkor a fotóról kellett volna, ott volt a megrendelés, hogy a magának adott, inkább magának adott megrendelés, hogy írni kéne valamit a fotóról, ami neki azonnal beúsztatta a halálnak a gondolatát, és közben történt az anyának a halála. És az a pont, ahol lebénul, majdnem egy évre lebénul tulajdonképpen, és nem tudja folytatni, az a bizonyos fotó, amit annyit emleget a mama 5 éves kori fényképe a téli kertben, ami nem tud túljutni. Tehát azt mondja, ez is egy fotó, de valamit egészen megváltoztatja a fotóra alkotott eddigi elképzeléseimet, és akkor hónapok kellenek ahhoz, hogy el tudja kezdeni újra, tehát ez a hölgy azt írja, hogy végre elkezd dolgozni ez a régi fotó benne, és akkor elindítja egy másik úton, amit palinódiának lehetne nevezni, tehát az első rész visszaéneklése, újra eléneklése és visszaéneklése palinódiája, tulajdonképpen a második rész, egyébként gondoltam én azt, hogy ebből vettetett, most jelent meg. De még sokkal régebben írtad a saját viszont, nem is pontosan azt írja, amit te mondasz, hogy ő nem fedezte fel ezt a teljes tükörjátékot, csak azt, hogy a két rész között van ez a hasadás, és a második rész, ami kivontja a regényszerűen tulajdonképpen az ő elképzelését, az a palinódiája az első. Bocsánat, van, aki nem olvast? Mindenki nem. Akkor, na, ha már egy van, akkor már. Tehát, hogy világos legyen, hogy miről beszélünk, ez a bizonyos téli kert kép, ez egy, valóban ez a központi témája ennek a könyvnek, és egy olyan fotó, amit a Bart csak leír, de nem közöl. Elég vicces dolog, nem tudom mennyire vicces, de azt mondja, hogy azért nem közli, mert neki nagyon sokat mond, szinte mindent mond a fotóról, de nekünk, akik nem ismertük az anyját, semmit nem mondta, mármint az olvasó.
És ezen állítólag, ha egyáltalán létezett, általában a kutatók kétségbe vonják, hogy egyáltalán létezett, tényleg ő megtalálta ezt a képet, vagy... Tehát még az is lehet, hogy csak... Nincsen kétségem létezett, ez... Nincs kétségem? Nincs kétségem, de... Sok biztos, hogy ez nagyon fontos, hogy nem mutatja meg, és azon a bizonyos kiállításon se állították ki, amit szerintem követték a végén. Az rendben van, de megtalálták és nem állították ki, vagy nem? Ezt nem tudom. Mert sok komoly kutató, tehát ez most nem ilyen zsurnaliszta dolog, azt mondja, hogy a Bartnak a stílusába, az észjárásába, a hozzáállásába bőven belefér, hogy egyszerűen konzsumált egy ilyen fényképet, ami valóságban nem is létezett. Na, csak ennyi a történet, de itt már is a közepénél tartunk a dolgoknak, tudnék, igazából szóval van egy idézetünk, rögtön az első. Kérem. Én mindig meg akartam magyarázni hangulataimat. Nem azért, hogy igazoljam őket, nem is azért, hogy saját egyéniségemet toljam előtérbe, hanem éppen ellenkezőleg azért, hogy fölkínáljam, átbújtsam az egyéniséget egy olyan tudománynak, amelynek a szubjektum a tárgya. Meg kellett próbálnom. Tehát én azt gondolom, hogy a világos kamrának ez a túlfűtött személyessége, mellé rakva az, hogy a Bart megadja az irodalmat, tehát ellátja az összes ilyen kvázi akadémikus kellékkel, de mondom, mi itt magyarul másképp olvassuk, mi úgy olvassuk, mint egy kvázi egy ilyen kis regényt. De nyilván nem, ez nyilván fontos volt a Bartnak, hogy igenis adja meg a forrásait, a hivatkozás, stb. Hogy igazából amit ő ambicionált, az ez a bizonyos szubjektum tudomány. És tehát nem is az existenciális, tehát nem a fotográfia fenomenológiája, tehát hogy azt elmondja, hogy mi a fotográfia. Egyáltalán mindenféle ilyen akadémikus, hogy mondjam, fogalmazást, gondolkodást lerúgnak. Te magad írtad a monográfiádban, hogy tulajdonképpen itt a világos kamra az kétfajta prózai műfaj megkerülő harmadik prózai műfajra tett igen jelentős kísérlet, hogyha jól idézem a szavaidat. Hát igen, amire ő törekszik, az egy képtelen, ez egy paradox képtelen dolog, ez úgy hívja, hogy az egyedi lény képtelen tudománya. Tehát ugye a tudománytól tudomány, hogy univerzalizálható, ő pedig egy olyasminek a vizsgálatára törekszik, ami abóvó és a per definíció nem egyedi, és mégis olyan beszédmódot akar kialakítani, amely által másokra is vonatkozhat. Ez nagyon bonyolult a hangzik, ez úgy hívja, hogy Matesis Singularis. Úgyhogy a Matesis a fogalmából adódóan univerzális, ugye, és ő meg egy Matesis Singularis, tehát egyedi. Egyedi általánosságot akar a saját diskurzusában létrehozni, tehát hogy közben tudja, hogy ez olyasmi, egy olyan törekvés, amit igazából tökéletesen nem lehet megvalósítani, hanem csak rá tudok, mint egy indexikus jelként rá tudok mutatni, hogy ott van valami, amit körülbeszélek, de igazából kimondani nem tudom. Tehát, és mindez a fotográfiából, a fotóból, fotó létmódján gondolkodva jutott eszébe. Tehát nagyon is egyetértek veled abban, hogy nem azt akarja remélni, hogy mi a fotó, mert azt gondolja, hogy ezt képtelen, hanem azt akarja megmondani, hogy mi történik velünk, miközben egy fotót nézünk. Tehát, és még konkrétabban jutottak velem, mikor egy fotót nézek, és mi történik vele, amikor azt a fotót nézem. Na most, hogy ezt a pillanatot, mi történik vele, amikor azt a fotót nézem, hogy lehet univerzalizálni, hogy másnak is jelentsen valamit, ez a könyvnek az alapkérdése szerintem. Pláne, hogy semmi több rosszat, amiről beszélek.
Igen, de ha belegondolok, megmutatta volna ezt a fotót, amelynek létezésével nekem nincsen kétségem, hiszen pontosan leírja a két testvérnek a helyzetét, az anyja kisebb testvér, 5 éves, a bátyja az 7 éves, azt hiszem 8 éves, és hogy helyezkednek el, hogy kulcsolja egymásba a kislánya a kezét ezzel az ügyetlen mozdulattal. De semmit nem jelent, hát olvastál plusztot. Igen, de én szerintem a bátynak szüksége volt ilyen konkrétumokra. Tehát az egy másik, megint másik eset, amire te hivat közöl, hogy annál a bizonyos Van der Zee képnél ő megcsalja, vagy nem csalja meg az emlékezet. Szerintem nem csalja meg egyébként, mert nem arról nem tudjuk megnézni ezt, ez majd később, igen. Tehát ott van, hogy összekeveri az emlékeiben a családi fotókat, ilyen mindegyünkből előfordul, meg arra is, hogy ugye a saját élettörténetünkből a fotókra emlékszünk, és nem igazán arra, ami volt, de én azt gondolom, hogy ennek a fotónak kellett létezni. Eldönthetetlen a dolog. Én azt mondanám, hogy mindenesetre itt felsoroltam a legfontosabb, legalábbis a irányzatok szerint a legfontosabb forrásokat. Tehát ugye az egyik ez a bizonyos Sartre-mű, tehát az egzisztencializmus. És erre is van rögtön a kettes idézet, amitben én ez két Sartre idézet, én angolul olvastam, remélem azt a könyvet, amit kellett, de mindesetre találtam két olyan mondatot, ami akár a világos kamrában is szerepelhetett. Nem számít, mennyi ideig nézek egy képet. Semmi olyat nem fogok benne találni, amit nem én helyeztem oda. Ha hirtelen egy olyan kép bukkan fel előttem, amelyen egy általam szeretett halott személy látható, nem szükséges, hogy a szívemben lévő fájdalmat redukáljam. Ez ugyanis a kép része, annak közvetlen következménye, hogy a kép nem létezőnek ábrázolja a tárgyát. Nem tudom, hogy a gondolata is ugyanezt a szakművet, hogy vannak egyéb ilyen vonatkozások is, vagy akár más írásaiban, ami köthető ide, vagy körülbelül ennyi. Hát nem, hát ezek mind a két könyv nagy mértékben szól, amint az imagination nagy mértékben szól a képekről. Ez azt annyit kell hozzátenni, hogy tulajdonképpen ez a Sartre-nak a egészen fiatalkori műve még a igazi nagy egzisztencialistának nevezhető összefoglalás előtt készítette őket, és egy nagyobb psziché című műnek lettek volna ezek a részei, amelyre nem volt megelégedő és elégette. A többi így is kifutott belőle két kisebb könyv. Most ami a képet illeti, a képre vonatkozó elkönyvét, azt szeretném megjegyezni, hogy tulajdonképpen az ellenkezőjét mondja, mint amit Bart mond, mert a Sartre-nak az a koncepciója, például nézek egy 5. Károlyról készült festményt, akkor vagy a festményt látom, vagy az 5. Károlyt. A kettőt együtt nem láthatom, mert vagy úgy nézem, mint hogy ez a király, vagy azt nézem, hogy ez egy festmény. Tehát a kettő együtt nem létezhet, vagy az egyik, vagy a másik. A Sartre-nak, vagy a Bartnak, hogyha jól értem, neki meg az a koncepciója, hogy úgy tapad a tárgyához a fotó, mint ahogy aztán ezt a hasonlatot, mint egy régi büntetési formákba, hogy a halálra ítéltet hozzá kötözték egy hullához, egymáshoz vannak tapadva. Tehát nagyon érdekes, hogy éppen ezt a mondatot emelik. Igen, ezt mindenki másképp olvas. Azt mondja, hogy mintha erre is lett volna egy idézetem, de nincsen. De hát a legelső mondata ugye a könyvnek, mármint a világos kamrának az az, hogy egy fényképet nézek, amin a Napóleon bátor, vagy Napóleon, nem tudom, hogy mi látható, és ezek a szemek még látták a császárt. Tehát teljesen igazad van, hogy
ebből a szempontból, hogy az ő számára a fotó az kvázi a valóságnak a, nem is tudom milyen, maga a valóság. Valaha volt valóság, mindig a múlt idejű. A volt valóság, de ami a jelenben is van, szóval egy ilyen, majd erről még gondolom beszélgetni. Viszont én azt a két idézetet, amit kiszedtem, azt inkább arra szedtem ki, hogy egyrészt nincs semmi olyan, amit nem én helyeztem oda. Tehát magyarán, ami a Barthi gondolkodásban a punktumnál a legfontosabb dolog, hogy ez a bizonyos punktum, ez nem a képben van, hanem a képet nézőben. Egyáltalán a Barthnak a világos kamrájában szerintem az a döntő fordulata korábbi munkáihoz képest, amennyire már korábbi képről szóló munkáihoz képest, hogy tulajdonképpen mindent megtart, kicsit áthangolja, ilyen zen, áthangszereli a zen buddhizmusra, erről most beszélgetünk egy kicsit, de hogy igazából a döntő fordulat az az, hogy most már nem a képen keresi azt, ami megszólítja, hanem önmagában. Tehát ez a bizonyos szuper narcisztikus, nem lehet ezt másnak nevezni, tehát ez a szuper ego. Hát erre vonatkozhat, az viszont megvan nálad, azt hiszem, hogy a márka. Itt van ez a négy pera. Tehát a könyvnek a hátsó borítóján, ott, ahol általában a szerző képe szokott lenni, meg valami kis reklámszöveg, ehelyett a Barth közölt egy ilyen zen példabeszédet. Marpa mélységesen szomorú volt, amikor a fiát megölték. Az egyik tanítványa ezt látva így szólt hozzá. Mester, te mindig azt tanítottad nekünk, hogy minden puszta illúzió. Hát a te fiad halála kivétel lenne, az nem puszta illúzió? Marpa erre így válaszolt. Valóban így van. De az én fiam halála szuper illúzió. Hát igen, ezen gondolkozhatunk, hogy ez mit akar jelenteni. Hát az ember érzi, hogy itt a nyelvi, a kifejezések valószínűleg nagyon erősen torzítják az eredetit, mert gondolom, hogy eredetiben illúzió az annyira nyugati fogalom, hasonlók, de azért értjük, hogy mi a probléma. Tehát mi lehet ez a szuper illúzió, mert mi a vélemény? Hát ami már annyira személyes, hogy jobban meghatározza az életemet, mint a tárgyi környezetem, mondjuk. Most csak hasonlók, de valami ilyesek. Hát igen, meg hát én még ahhoz tudtam, nem tudom megkötésekről megfejteni, csak ahhoz tudom kötni, amit az Endről ír egy helyen, és Vasztól idézi, azt hiszem, hogy minden buddhista szerzetes, és néha ugyanaz a szerzetes máshogy reagál másféle helyzetekben. Tehát az egyik, amikor megölték, akkor egy rablók rátámadtak és megölték, akkor egy mukkanás sem hallatott, a másik viszont úgy ordított, hogy három napi távolságra is elhallatszott, és tehát a zennek nem sajátosság a következetesség. És ez lehet, hogy ezt vissza lehet kötni a punktumhoz, tehát az, hogy a punktum általánosíthatóságához, amit idézőjelben mondok, nem tartozik hozzá az, hogy következetes legyen. Mert amit egy képen nekem az egyik pillanat a punktum, a két nappal később lehet, hogy már nem az. Mert közben én megváltoztam. És a képnek egy másik összetevője válik punktummá, vagy nem válik azzal. Miközben beszéltél, figyeltem is, de közben gondolkodtam is, hogy ugye, hogyha azt mondjuk, hogy minden illúzió, tehát az egész világ illúzió, a szuper illúzió az valami olyasmit jelenthet, hogy mégis ez az, ami maradandó, ami... Hát nem tudom. De mindegy, egy olyan dolog, ami érdemes. Hát nyilvánvalóan köze ugye a mama fényképe azért nem mutatok meg, mert
az a fénykép, az, ami számunkra jelent, az nem megmutatható, az egy szuper, a jelenségeken fölülálló jelenség. Igen, értem. Ha már akkor ebbe az embert belegondolottunk, én úgy gondolom, hogy Barta túl azon, hogy amúgy is érdekelte, ugye járt is kint, kész is erről, valamint keleten, Japánban. De ezen túl is, tehát hogy mondjam, a gyászmunkáját is segíthette talán, mert hát az embutizmus mégiscsak egy olyan vallás, ami talán vigasztalást adhat, gondolom én, de nem biztos, hogy nem biztos. Hát ezt én sem tudom, de az biztos, hogy máshogy viszonyulnak a gyászhoz is, mint az európai kultúrákban szokásos, amit itt erről lehet tudni. Bártól nagy hatása volt, Japán megírta a saját japán könyvét, annak a címe az, hogy a jelek birodalom, ez a eredeti szalampirte színy, és tehát a megpróbál egy teljes számára idegen világot a jelhasználati módok szerint megérteni. Azt mondják erről, hogy költött egy japánt magának. Tehát ugyanúgy, hogy tulajdonképpen is költészet, ahogy a fotográfiáról beszél, általa kreált japán is inkább róla mond valamit, semmit magára japánról. Abban a könyvben is nagyon nagy szerepe van a fotóknak. Megemlíthetem egyszer, ugye feladtak engem kérni, hogy fordítsam ezt a könyvet, mondta, nagyon szívesen, az fotók lesznek, nem lesznek, mondta, van egy fordító lenne. Hát értelmetlen fotók nélkül a japán könyv. És ez kapcsolódik el a világos kamra magyar kiadásának a problematikájához, szerintem pénzkérdés sajnos. Mármint arra gondolsz, hogy milyen hihetetlen trehány módon sikerült a... Igen, de hát a mérleg sorozatot vesszük, tehát a mérleg sorozat egy ilyen technikai érdekel. Az egyéb hiányokat, amiket felsorolsz, azokat nem lehet magyarázni, tehát a filológiai hiányokat. Jó, csak hát nézd, nekem az a véleményem, hogy oké, 80... akkor 85-ben jelent meg ez a könyv, úgy jelent meg, ahogy jelent. Én nekem az a véleményem, hát minősítetetlen egyébként, ha megnézik a képekről, alig derül ki, hogy mi lehetett az eredeti. Szóval egészen botrányos. Én nekem az a gyanúm, hogy egyszerűen lefotózták a francia kiadásnak a oldalait, és azt nyomták újra. De hát ugye ott van az a bizonyos kezdőkép, amit nem sikerült közölni, pedig az egy fontos dolog. A polaroid. A polaroid, igen. És ez nem az. Bocsánat, bénázni fogok. És ez még több. A halálra ítélt fiú. Ez egy másik kép. Az összes kép. Aha, megvan. Itt van. Tehát, hogy ez a... hogy is? Buda. Jó, hogyha én nem ejtek ki francia neveket. Az a cím... Budiné. Daniel Budiné. Na most az, hogy 85-ben Magyarországon nem vállalkozott rá a kiadó, hogy ezt színesben kinyomja, az rendben. Hát nincs rendben, de értem. Na most azért botrány mégis a dolog, mert nem tudom mennyire látszik, ez egy ágy, és a fény úgy sejtelmesen bejön. Na most, mint egy elég érzékeny kritikusan, mint a világos kamrának megfigyelte, hogy ezek a színek, amelyek itt vannak, ezek a Bart mamájának, a Bart mamája szemének a színei. De nehéz
de nehéz fogalmazni magyar szóval. Tehát, hogy ugyanazok a színek, mint a Bart mamájának, és ráadásul ugye a függöny az azért is fontos, mert a Bart azt mondja, hogy a fotográfia az a színházon keresztül kapcsolódik a művészetekhez. Tehát, hogy ezt egy ilyen színházi függönynek is fel lehet fogni, plusz ráadásul ugye az ágy, párna, stb. Tehát a szexuális vonulat az Bartnál elég fontos, mert vissza fogunk térni. Tehát egész egyszerűen, hogy mondjam, az egész könyvnek az érzelmi hangulatát határozza meg ez a kép. Na most kiadták, ha jól emlékszem, 2000-ben újra a könyvet. Abszolút változatlanul, egyetlen egy dolgot, egy évszám elírás sikerült kijavítani, de semmi más. Most erre már nem tudok magyarázatot, közben kimentek az oroszok, több pár egyszer volt. Hát most mi? És arról nem is beszélve, hát ezt nem biztos, hogy veled kell megbeszélni egy nyílt színen, mert mégiscsak kollégáról van szó, de hát a maga a fordítás, úgy szöveg, én nem tudok franciául, csak mivel kényszeres vagyok, ha valamit idézek, azt a feleségem viszont német francia szakos. Tehát ha valamit idézek, akkor azt megkerestem az eredetiben, és megkérdeztem tőle, hogy most stimmel, mi van. És hát az derült ki, hogy a magyarban egy csomó ilyen zárójel, tehát hogy mondjam, ahol nem sikerült eltalálni a megfelelő szót, akkor zárójelben ott közöl két-három szinonimát. Tehát egyszerűen botrányos a szöveg is. Tehát egyszerűen azt gondolom, hogy újra kéne fordítani, tisztességesen megszerkeszteni, és újra kiadni, hogy végre, most már nem tudom, 30-valahány év után az eredetihez, vagy az eredeti olvasó csak magyarul. Hát én ezzel teljesen egyetértek, de nem kommentálhatom tovább, mert annak idején elárulom neked, hogy beadtam egy próbafordítást Bart Istvánnak, aki ugye elhatározta, hogy kiadják ezt a könyvet. Nem engem választott, hanem a kolléganőt, biztos jó tette bocsánat, maga. Bocsánat, ezt nem tudtam. Biztos jó tette maga, mert ugye Fethmangyal volt dolgozott a munkatársról kivárban. Nem nekem adta, nem is ismer. És hát tulajdonképpen vannak jó részei a fordításnak, de valóban mindenek a problémák fennállnak, amikor teljesít. Na jó, hát nem én vagyok a Bart, úgyhogy mármint a Bart István, úgyhogy nem tudom. A Bartok részjáték. Néha nekem az volt az érzésem, mert az angol kiadás is ugyanilyen trehány, hogy még abban sem vagyok benne biztos, hogy franciából tudtok a fordítás, de ez már nagyon messze. Egy magyarból fordítok. Az is lehet. Na, térjünk vissza azért itt a szellemi forrásokra, hogy egy, ugye te is érintetted, hogy a Bart anyjának a halála lehetett egy olyan szuperillúzió, ami igazából kilőtte belőle ezt a könyvet, vagy legalábbis a másik részét, hogy viszont ehhez is hoz rendes szakirodalmi hivatkozást, amit én nem ismerek ugyan, de hogy egy ilyen tanatológiai munkát olvasott, és arra hivatkozik is. De ami ennél sokkal fontosabb, hogy az egész gondolatot, hogy az emberi faj, illetve hát egyáltalán minden élet az a halálon keresztül megy tovább, stb. De ennek az ő személyes olvasata érdekelte tulajdonképpen ebben a könyvben, és az anyjára vonatkoztatva is. Erre van egy idézetünk, ez a 5/B, egy ősétenőben. Ápoltam, még beteg volt. Oda nyújtottam neki a teás csúfot, ezt jobban szerettem, mint a csészét, mert könnyebben tudott inni belőle. Kislányom lett. Ugyanaz a gyermek, aki anyám lényegi tulajdonságait kifejezve nézett vissza rám első fényképéről. Végül saját nőnevű gyermekemnek tekintettem anyámat. Én, akinek soha nem volt gyermeke. Betegségében saját anyámat szültem meg.
És akkor még kérem, hogy a legeslegutolsót, azt nem tudom, hogy az a 9-es, azt megkapta. Két részben. Amikor az anyám meghalt, nem volt többé semmi okom arra, hogy a faj, mint legfelsőbb élő, a speciális előírt menetrendjéhez igazodjam. Egyéni életem soha többé nem válhat egyetemessé, ha csak nem utopisztikusan, az írásnak köszönhetően, mert ettől kezdve életemnek már csak egy célja van, az írás. Nem maradt más hátra, mint hogy várjam teljes, egyértelmű halálom. Az egyértelmű, mint azt hiszem, egy antidialektika az van az eredetiben, ugye, hogy tehát a halálnak egy tényleg egy olyan pontszerű, amit nem tesz viszonylagos, és ami nem semmi esetre viszonyítani. De hát igen, hogy tulajdonképpen a Bart is mindjárt rá kanyarodunk, hogy ő ugye meleg volt, mint tudjuk, vagy nem tudjuk, de a könyvből kiderül egyébként, és szerintem ez az egyik elég fontos, nem akarom túlhangsúlyozni, de elhallgatni sem akarom, mert azt gondolom, hogy a értelmezéshez hozzátartozik. De hogy a Bart, aki gyereket nemzeli nem akart, viszont szülni meg nem tudott, egy ilyen furcsa, ilyen átvitellel, nevezhetjük freudi átvitelnek is simán, tehát egy ilyen freudi átvitellel az anyjára ruházza azt a szerepet, amit tulajdonképpen ő szeretett volna betölteni. Nem tudom, hogy ez autentikusnak tűnik. Hát két felé lehet bontani a kérdést, mert azt hiszem, aki már ápolta a haldokló szülőjét, az azt hiszem mindenki többé-kevésbé átélte ezt az érzést, hogy aki engem a világra hozott, az most az én gyerekem lesz. Tehát gyerek pozícióba kerül a haldokló, ez nem a Bartnak a saját egyedi esete, de abban teljesen igazad van, hogy az, hogy ő előtte el volt zárva az út a prokreáció felé, tehát a fajnak a szaporítása felé, ez egy egészen különleges hangsúlyt kapott itt anya életének utolsó heteiben. Szóval, ami a homoszexuálatást illeti, hát ő ugye nagyon érdekes volt, mert az édesanyja az valóban, ahol írja Isten is idézett, hogy soha nem tesz semmilyen megértést. Igen, ezt hallgassuk meg, ez az 5 cím. Jóságát nem lehetett besorolni semmiféle kategóriába, legfeljebb az evangéliumi morálban mutatott némi hasonlóságot. Teljesen egyedi volt, semmivel nem tudtam jobban meghatározni ezt a jóságot, mint többek között azzal, hogy közös életünk során soha nem tett egyetlen megjegyzés sem. És ezzel kapcsolatban, mint arra a Bartnak, tehát ők együtt éltek, tehát nyilván nem maradhatott rejtve az anyja előtt a nemi vonzódása, mármint a Bart nemi vonzódása. Én úgy tudom, hogy nincs másik könyve, illetve egyetlen egy olyan írása van, ahol erről egyáltalán beszél. Tehát ő nagyon diszkrét volt, még sejteni is, még a legközelebbi baráta is, még sejteni sem nagyon sejtették ezt a tűlet kaptam ezt a kar, a életrajzi életet. Ő jegyzi ezt föl. Egyetlen egy írása volt a Bart by Bart, tehát a Bart Bartról című, ez a 6-os, bocsánat. Ebben van egy rövid részlet, ahol erről egyáltalán beszél, én nem találtam. Hát istennő, rendszerint találhatjuk a perverzió, jelen esetben a kétán homoszexualitás és has és gyönyör potenciáját. A törvény, a tudomány és a közvélekedés dokszak vonalkodik egybe. Elismerni, hogy a perverzió egész egyszerűen boldoggá tesz, közelebbről valami többletet produkál. Érzékenyebb, figyelmesebb, fesztelenebb, vidámabb vagyok.
és épp ebben a fokozásban találjuk meg a különbséget. Következésképp az élet szövegét, az életet, mint szöveget. Annyit tennék oda, hogy halála után jelentünk a Lenszi Pánszévi kötetem, egy ilyen rövid feljegyzésekből álló könyv, amiben hát egyértelműen beszél a saját meleg magánéletéről. És hát a baráti köre természetesen tudta, és jól ismert erről az oldalról is. Mi egyéb, de valóban a publikus életétől távol tartotta, tehát beszélt publikusan a szexualitásáról, de azt, aki nem tudta róla, az nem tudta, hogy ez egy meleg szexualitás. Tehát azt írta, azt nyilatkozta egy újságnak, hogy szexuálisan boldog voltam Japánban, a japán utazásom során, akkor az átlagolvasó gondolhatta azt, hogy ez egy heteroszexuális boldogság volt az ő részéről. És ugyanakkor, miközben biztos csak lehetünk benne, hogy a mama tudta, miről van szó, ő egyfolytában attól retteget, hogy a mama kezébe kerül egy újság, ahol lesz erről írna. Tehát ez állandóan nyomasztotta ez a dolog. Tehát egy bonyolult összefüggés volt ez, de nagyon ebből látszik, ebből a idézetből, hogy mennyire hálás volt az anya jóságának, hogy tudta ezt, hogy tulajdonképpen kerülték ezt a témát, és soha nem beszéltek róla. Most a félreértések elkerülse véget, tehát én azt gondolom, hogy senkinek semmi köze ehhez tulajdonképpen. Csak annyi van, amennyiben ez a művekbe belejátszik. Márpedig a művekbe belejátszik. Azt is ez a Geoffrey Becsem nevű, azt hiszem, hogy a irodalom jegyzékben megadtam, de hanem Batzen úgy írják, szerintem a mai legjobb fotótörténész, vagy legalábbis akivel én találkoztam, már akinek írásával találkoztam. Szóval mindegy, neki van egy tanulmánya, amiben egyrészt azzal foglalkozik, hogy a Bartnak ezek a vonzódása az ilyen ellentétpárokhoz. Ugye a punktum, tehát a pont, és a stúdium, mint egy ilyen általános valami, de van egy sor ilyen. Tehát ezekhez az ellentét párokhoz való vonzódása, és főleg az, hogy nem eldönthető ezek, ahogy te is utaltál 28 percet ezelőtt arra, hogy egy képnél lehet, hogy egy fontos dolog punktum, fontos, megszólít, megsebez, ugye, mert azt jelenti, nota bene, ez meg valószínű, hogy a Szármárkinak a írásaira még vissza ez a megsebez céltábla. Hivatkozik is rá, tehát nem az úgy. Olyan könyvből egy harmad könyvbe szálltok. Tudom, igen. Én egyébként próbáltam ennek a kultúrnak utána menni, hogy honnan szedhette, és valami miatt az volt a rögezmém, hogy hát, hogyha valamilyen régi, hát ilyen retorikai kifejezés lehet ez, mert abban egy retorikáról szóló könyv is, de abban sem találtam. Fogalmam nincs, hogy honnan szedtem. Hát ez a latinos kultúrájából jön, egyszerűen szerette ezeket a latin, görög eredetű műszavakat, azokat variálni, és valóban erről van szó, hogy tulajdonképpen a bináris ellentétektől. Bináris ellentéteket azért szerető, ez a strukturista korszakból jön, tudnék, hogy az értelem az mindig egy szembeállításból és egy különbségtételből keletkezik, ez a Saussure-nek az értelem ott keletkezik, ahol differencia van. Ahhoz, hogy differencia legyen, legalább kettőnek kell lenni, és hát valóban minimója kategória párosa van a szövegörömbéből az olvasható, írható szöveg megkülönböztetése, vagy a jouissance, a plaisir jouissance, tehát egyik az öröm, a másik a nem tudom, kéj, vagy szóval az örömnek egy ilyen extatikus foka. Tehát ezek a szembeállítások, amik úgy néznek ki, mint ezek tényleg ilyen tudományos szempontból érvényes megkülönböztetések lennek, aztán közel megyünk, akkor minden relativizálódik, és
elmosódik, és kiderül, kiegészítik egymást. Tehát nem arról van szó egyszerűen, hogy ellentételik egymást, hanem hogy kiegészítik. Nem, nincsenek meg egymás nélkül. Igen, a Becsem egyenesen azt mondja, hát egyrészt azt mondja, hogy a fotóval is kapcsolatban áll ez az ellentét párban való gondolkodás, ugye negatív-pozitív, csak ezért is. De utána bevezet egy nagyon, vagy mond egy nagyon jó hasonlatot, nem véletlen szeretem én őt annyira, hogy a Barth mégse olyan, mint a negatív meg pozitív, hanem inkább olyan, mint a daguerrotípia, mint a Barthnak az írása. Nem tudom, láttak-e már daguerrotípiát, volt-e a kezükben. Hogyha azt így nézem, akkor negatív, ha így nézem, pozitív. Nagyon érdekes dolog. Ha csak mondom. Ez annyit, amit kérdezett hozzátennék, hogy a Saussure-nek van egy alapvető példája, Saussure a nagy svájci nyelvész, aki a francia struktúrizmus egyik őse, talán a legfontosabb, és őnek van egy ilyen példa, hogy a jelentés, az a jelentő és a jelentett oldalnak a olyan jellegű összetartozása, mint egy falevelet megfordítanánk. Tehát a falevél egyik oldala, van egy falevélnek egyik oldala és másik oldala, és különböznek is egymástól, de nem lehet őket, csak mesterségesen tudjuk elválasztani, így elvágni a falevelet, hanem a falevél az, ami a falevél, az a két oldalnak az egysége. De mi mégis elválasztjuk, mert másképp gondolkodunk. Hát ez valószínűleg a nyugati gondolkodása igaz, a keletre nem biztos, de erről szerintem látom sokkal többet tud. Na, a könyvön, tehát ahogy mondom, én nem akarom ráerőltetni a Világos Kamrára azt, hogy ez a Barth homoszexualitásáról szól, mert ez így ebben a formában egészen nem biztos, egészen biztosan nem igaz. De az, hogy fontos ez a vonulat, az viszont megint csak egészen biztos. Van igaz. Itt van egy metaltor kép, ez a két per a idé, ehhez van egy kis szöveg is. Ez a kinyújtott karú, ragyogó mosolyú fiú valószínűleg Winterfell személyesen. Maga a derűs erotika pedig egyáltalán nem akadémikus szépség, és félig kimaradt képből. Ez a fotó arra indít, hogy különbséget tegyek a nehéz pornográf és a könnyed, jó erotikus vágy között. És bocsánat, akkor már következett a kép is. A könyv záró fejezetében a megszerintett fotográfia ezt írja. Menjetek be New Yorkban egy pornó lokálba. Nem magát a bűnt látják, csak a bűn előképeit. Mapleford innen merítette néhány fotóját. Mintha az ott leláncolt és önmagát korbácsoló névtelen szereplő, aki soha nem színész, csak a szadomazikusára kialakult sztereotíp képpel azonosulva tudná elképzelni élvezetét. Előbb a kép, aztán az élvezet. Íme a nagy változás. Barth végül így kiállt föl. Törjük el a képeket, mentsük meg a pillanatnyi közvetítés nélküli vágyat. Így van, tehát, hogy töröljük el a képeket, vagyis számára a fotó azért volt fontos, mert magáról a dologról szól. Na most csak zárójelben jegyzem meg, hogy több képpel kapcsolatban, így ezzel a képpel kapcsolatban is a Barth téves adatokat közölt. Én azt hiszem nem volt egy nagy filológus. Szóval ennek a képnek, tehát ő azt írja, hogy valószínűleg a fotográfus maga, nem valószínűleg az a képnek a címe, hogy ön arckép. És hogy még egyszerűbb legyen a dolog, sikerült neki is, és az ő nyomán a magyar kiadásban is fordított állásban közölni a képet. Elég kínos, szerintem. De visszatérve, amit erről a New York-i lokálról ír, tehát ő azt mondja, hogy nem a fotó az érdekes, hanem a fotó által felidézett valóság az érdekes. És a francba a képekkel, hát egy helyt még azt is mondja, hogy a fényképek, a fotó, azok nem a képek nagy családjába tartoznak, hanem információ váltatók, vagy nem is tudom már, információ hordozók, valami ilyesmi mond. Tehát
elég érdekes felfogás volt ez a fotóról, én azt gondolom, de hogy a francba a képekkel nem ez az érdekes. Hát ez, amit valószínűleg a fotóelméletek, én nem nagyon ismerem, nem vagyok ott van ezen a területen, de azt gondolom, hogy ezt senki sem akarja folytatni, bárkunk ezt a vonalát, hogy őneki viszont ebben a könyvben, amit egy regénynek lehetne olvasni, valóban ez a legfontosabb, ez a SAAET, tehát a fotó az, hogy az biztos volt valamikor ott, ahol látjuk a fotón, ezt a kimondhatatlan bizonyosságot közvetíti számára a fotó. Na most nem tudom, hogy ő 1980-ban meghalt, az azóta történő technikai és egyéb fejlődés mit változtatott ezen az álláson, tehát a szimulációnak miféle lehetőségei bontakoztak ki a fotók. Nem tudom, amikor tényleg hát az ember már nem gondolhatja komolyan, hogy ez tényleg ott volt, amit látunk egy fotón. Most már nem fotókat látunk. Nem is fotókat látunk, de... Olyasmi, mint a fotó lenne, de az már más. De ebben ne vagyunk, hogy nem lehet. Így van, tehát csak azt akarom mondani, hogy egy 1915-ben született, és 1980-ban elbújt ember számára, ugye a fotózás az ez volt, hogy fogja az ember a kis gépet, és megnyomja a gombot, és akkor rögzül valami, ami ott volt a valóságban. És számára ez a mágia terület, hogy közvetít valamit, és ebben különbözik a többi képtől, hogy valóban közvetlen kapcsolatban van valami valaha volt létezővel. Tehát ez az ő, ezt a megrendülést akarja körülírni. Hát pontosabban egy csavarral még az is, hogy én ezt most nézem. Tehát ahogy például, ezt most remélem itt van, nem ezt nem itt van, másik bugyorban, túl sok bugyor van. Na mindegy, van ez a kivégzésére váró fiú. Azt azért, igen, megvan az, minden megvan, csak nem. Hol? Nem, ez az összes kép a francban. Mondom, meg lesz. És nem? De ez is fontos egyébként, csak ez nem az. Elnézést. Hol láttad itt? Itt van? Vége felé volt. Na mindegy, van egy kivégzésére váró fiúról egy képe, és azt mondja, hogy meg fog halni, de hogy én ezt most látom, hogy meg fog halni. Tehát, hogy egy olyan paradoxal írta körül a fotónak, a fotográfiának a nagy paradoxon át, abban látta, hogy létezőnek, sőt élni akarunknak mutat olyasmi, ami tudjuk, hogy már meghal. Tehát ennyiben is kötődik a talatológiához, sőt bizonyos értelemben a lélekvándorláshoz is, zenhez is. Tehát, hogy a Bart számára ezek a dolgok, tehát hogy halál, nem tudom, mi, ezek nem definitív, nem befejezett, nem végleges. A valóság jelölésére a buddhizmus, a szunya, űrszót használja, vagy egy még kifejezőbbet, a tathátát. Valóságosnak ilyennek lenni. Tat, szanszkritul azt jelenti az. A kisgyermekeknek azt a mozdulatát idézi, amikor a gyerek újra rámutat valamire, és úgy mondja, az. A fénykép is mindig egy ilyen mozdulatot kifejező, és azt mondja, az, ez, az, ilyen. De nem mond semmi mást. Hát ez nem pont ez a mond, meg
jelen problematika, hanem az, amit az előbb mondtál, hogy, hogyha a téző, vagy pontosabban, ha ő néz egy képet, akkor az nyugözi le, hogy hát, hogy a Bazen is írta, hogy a fénykép maga a valóság, ami sűrű valóság egyébként, hogyha belegondol az ember, de valahogy gondolhatták ők ezt. Hát nem azt mondja, nem az a legerősebb az idézetben, hogy a valóság a maga a valóság. A modell. Tehát ez az a van fordítva, én Tehát az, hogy ez vitathatatlan volt valamikor, ennek van egy mágikus és elméletileg nem kifejthető, nincs tovább, nem vezet tovább diskurzív út innen, hogy az volt, és ennek a hatása. Egyébként, hogyha egy mondat mondhatok például, hogy azért lehet követni ezt a szubjektív módszertant, amit a gyakorlatunk és stúdium között, hogyha tehát mindenki fölteheti magának a kérdést, hogy adott képen számára van-e punktum. Ennek számomra ezen a képen a punktum az a fal, ami a háta mögött van a fiúnak, az a rücskös, koszos börtönfal. Hát még ha eredetiben láttam volna, mert így nézett ki. Tehát a magyar kiadásban sikerült a fél falat elomlasztani, nézd meg. Igen. De mondjad, bocsánat. Na, hát csak ennyit akartam mondani, hogy de ettől a stúdium részét, tehát hogy milyen volt a bilincs, amivel ugye megkötözték, ne tudjam kárt tenni saját magában, meg másban sem, milyen az kifejezés, milyen az öltözék, és a többi. Ez tudósít a korról, meg egy csomó mindenről, és ez nem választható el attól, hogy nekem viszont a fal mondta a legtöbbet, mert az maga a aláítéltség számomra, hogy mondjam. Világos. Most az a vicc, hogy a Bartnál néha megjelennek ugye ilyen, tehát azt mondja, hogy egy képnél megjelenik egy punktum, valami, ami megsebzi az ő lelkét, és tulajdonképpen, ahogy olvassa az ember a könyvet, arra gondol, hogy milyen fantasztikus memóriája lehet, hogy fölidéz képeket, és aztán kiderül, hogy amiről ír, és amire azt mondja, hogy az volt az a pontja a képnek, ami őt megsebezte, ami őt megszólította, az nincs is rajta a képen. Tehát itt van például ez a kép, ez most nem úgy közben, mert úgy nem látható. Ugye ez a Van der Zee-nek egy felvétele, egy fekete családról, és ahogy már te is jegyezted, először azt írja, hogy ugye először azt gondolta, hogy tehát ami őt megfogta, ez a nőnek ez a cukos cipője. De hogy aztán rájött, hogy az igazi punktum nem is ez, hanem az az arany nyaklánc, ami a nőnek a nyakában van. Na most, hogyha megnézzük, hát akármennyire, már bocsánat, de szar is a reprodukció, nem találtam jobbat. Ez nem arany, hanem ez egy gyöngy nyaklánc. Na most az a vicc, hogy viszont volt egy másik kép, amit azt hiszem a Bartban közölt a Bart, ami hát egy ugyanolyan elrendezésű kép, mint ez, és itt a anyai nagyanyja, vagy apai nagyanyja nyakában itt már valóban egy vékony aranylánc van. Most nekem itt tegnap újra olvastam, amit erről írtál, és ennek a kritikusnak a véleményét, amit idéztél ezzel kapcsolatban, és vitán nekem tulajdonképpen itt az eredeti kifejezés, hogy Soulier Abrid, most egy pántos cipő, nem cugos cipő jelent, hanem pántos cipő, tehát hogyha visszamennél a Van der Zee-nek képére, ez a másik nő
ez a tántos szipő, itt lent, és annak a nyakában egy vékony ez is lánc van. Nem, ez is lehet, hogy az is gyöngy. Nézd meg! Én ezt nem vitatom. Ez is gyöngy. Viszont ő a nagylényéről beszél, és a nagylénye a másik képen fiatal nő, aki ott áll. Tehát valami zavar van, de mind esetben az biztos, hogy a... Még jól nem adtam le a kéziratot, meg megnéztem. Az a szipő, az ugye bántos szipő, és mert tudjuk beszél erről a másik nőről, a fekete család, meg is említ, hogy hátra teszi a kezét. Tehát szemben azzal, amit hinek, mert a középen ülő hölgynek a cipője, az valóban előtérbe tolakszik, de nem az ő cipője, hanem a komptóban nem az. Csak tegnap jöttem rá, mint ám újra olvastam azt, amit írtam. Már érdemes volt ezt az estet összehoztam, ezt mondom, szerdán kell leadnom, vagy kedden, nem is jött kedden, vagy szerdán kell leadnom. Na jó, de ha már itt tartunk, ugye vannak ilyen egészen elképesztő dolgai a Bartnak, hogy azt mondja, hogy beszél erről a képről, itt van rendesebben. Azt mondja, hogy az előtérben két sisakos katona, a háttérben két apáca. És akárhogy számolok, ez három sisakos katona. Ez így van. Na most, de én nem akarom elhinni, hogy a Bart, hogy mondjam, zizi volt, vagy nem. Szóval én inkább azt gondolom, hogy ez ugyanolyan játék nála, vagy ugyanolyan, már komolyan beendő játék, hogy nem a konkrétum az érdekes, hanem ennek az egésznek a mechanizmus, vagy nem tudom, hogy írjam le. Ennek az egésznek a lelki dinamikája az érdekes, ahogy egy-egy képben kialakul az, hogy mi az, ami őt érdekli. Ezen a képen például ugye azt mondja, hogy először, ami odavonzotta a szemét, az, hogy ez a fekete fiú itt a férfi combjára teszi a kezét. De aztán azt mondja, hogy később rájöttem, hogy az igazi punktum az, hogy ez, tehát ez az összekulcsolt kéz. Tehát, hogy most hogy a francban van ez, hogy hol van a punktum? Egyáltalán van-e punktum? Mindenkinek van-e punktum? A képben van, nem a képben van, mi van? Hát nem tudom ezt mindenkinek. Egyének eldönteni, tud-e ezzel kezdeni valamit az a megkülönböztetése? Én csak annyit tudnék mondani, hogy nekem például segített fotókat nézegetni, mert nem tudok azóta fotót tud nézni, hogy ne gondolja például a megkülönböztetésre, de azt eszembe sincs elvárni, hogy másnak is olyan legyen a punktum, mint nekem. De viszont meg tudjuk egymással osztani a punktumjainkat, ha vannak ilyenek, és akkor ezt ugye össze lehet vetni, hogy és ebből lehető érdekű dolgok derülnek ki, hogy például kinek mondjuk ilyen prózai melyik részlet mond valamit, és akkor utána mindenki visszaáshat saját magába, hogy ez olyan miért van, mint hogy a Bart is ezt teszi, hogy miért ez a punktum számomra most, ebben a pillanatban. Hát mondhatnám, hogy végeztem punktum, de tulajdonképpen azzal szeretném a magunk részéről itt most természetesen szívesen már veszünk kérdéseket, próbálunk rá válaszolni, de az én számomra a Bart könyve túl azon, hogy jó olvasni, ahogy ezt már mondtam, és tényleg őszintén irigylem azokat, akik előtte vannak, ezen és újra olvasni is bármilyen fura, hogy számomra a legfontosabb mégiscsak ez a személyes vonatkozás, hogy olyan képpel nem érdemes foglalkozni, ami nem szólít meg, és az viszont, ami megszólít, annak utána kell járni, hogy miért szólított meg. És ez lehet a képben, vagy hogyha a képben találok egy részletet, az lehet, hogy rávezet magamban valami olyanra, ami miatt én erre reagálom. Mindenképpen egy olyan fajta, de hogy ez aztán elméletileg folytatható, vagy van bármiféle
hogy mondjam, az általános tanításon kívüli hát haszna, hogy úgy mondjam, hát az erősebb kétségek. Mindenesetben a fogalmi megismerés szempontjából nem szárazon szoktuk érteni, az is kétséges, hogy létezhet az egyedi lény képtelen tudománya. Hát, hát benne van a, ebben a mondat szerkezetben is, hogy ő maga is azt gondolja, hogy ez egy képtelen törekvés, de az emberi lényhez hozzátartozik az is, hogy képtelen dolgokra törekszik, és hogy még amit szerintem a punktum stúdium szembeállítás önismereti szempontból elkérdő hasznos, hogyha ilyen utilitáris módon akarom megfogni, akkor mindenkinek próbálja néha ebből a szempontból vizsgálni a képeket. Így van. Hát köszönöm szépen. A szokásos, kínos kérdés, hogy van egy kérdés. De tulajdonképpen, ha van, akkor nagyon szívesen. Velünk az alapul már van érte. Pedig elpusztuk, 8 óra. Jézus. Most képest nagyon kitartó, hihetetlen. Jó, hát köszönjük. Jó. Jól értem azt, hogy ezt a punktum dolgot nem folytatta senki, mert én így tudom. Nem, te is tudom. Hát van ez a James Elkins, van egy James Elkins nevű ilyen új művészettörténeti fenegyerek. Ő írt egy Barth ellenes pamfletet, ahol azt mondja, hogy ez a punktum ez egy marhaság, és ehelyett a Mária üveg és a fekete jég metaforája az, ami jobban leírja a punktum lényegét. Tehát ez szerintem úgy van, mint a székely gyerek, aki túl akar tenni a apáját. Most akkor ezután van a kérdésem, hogy mint szövegekkel foglalkozó ember, mit gondolsz, hogy egy normál afroamerikus szövegbe mi felelne meg annak, ami a punktum? Tehát nem képen van a szöveg. Mert azért végül is a párt ezzel akkor kezdett foglalkozni, amikor a szemiotikán belül vagy túl egyszer csak megjelent a szöveg, mint ilyen csodafogalom minden szövegre. Mi lehet az vajon, ami a szöveget abban az értelemben összerántja, vagy összetartja, vagy ad neki valami jelentőséget, mint itt a párt szerint a punktum? Hát nem tudja. Hát az a helyzet, hogy ez a váltás, ez jó 10 évvel talán, tehát a 60-as évek végén következben áll az, hogy átment a szemiotikából, a szemiológiából, ahogy ő hívta, ahogy az, nála váltások azok úgy szoktak lenni, hogy meg is írta ezt, hogy ő nem megtagadta a korábbi korszakot, hanem szép csendesen elvoltalkott egy másik irányba. Ez az elvoltalkás, ez a szép irodalmi értelembe vett szöveg felé irányuló mozgás volt, és hát ennek volt a egyik első dokumentum, ez a japán könyv, aztán korábban ezelőtt a szövegörömmel vita, és egyáltalán a szövegszerűség, mint olyan, a textualitás a 70-es évek elejétől lett ilyen jelszó, hogy maga a szöveg a szövegért, ugye a híres tanulmányok a címe, hogy a műtől a szöveg felé, amit aztán tanítványa nem véletlen, a Zsérár Zsönet ugye visszafordította néhány évvel ezelőtt, és azt mondja, hogy a szövegtől a mű felé. De abban az időben a műtől a szöveg felé azt jelentette, hogy olyan, mint a Husserlnél vissza a dolgokhoz tulajdonképpen, tehát ugye valami elemi kapcsolatba kerülni a szövegekkel, amiben viszont bele van kombinálva a befogadó maga is, mint alkotó része a szövegnek. Tehát egy ilyen alkotó viszony a szöveggel, tehát hasonló, mint ami a punktum stúdiumnál, hogy a szubjektum benne van, nem lehet tőle elválasztani, befogadó szubjektum. Tehát, hogy ezt tudományellen is elfogást tulajdonképpen, mert nem diverzalizálható egy bizonyos értelemben. Köszönöm.
Mondhatok én is valamit, hogyha be van ez kapcsolatban, hogy hogyha jól értem, amit kérdezed, egyáltalán biztos, hogy jól értem, tehát az a gyanút, hogy nem a kulcs szó lenne egy szövegben, hanem ennél valamilyen, tehát hogy mondjam, nem egy kulcs szó. Én így olvastad az én mondatot. Igen, igen, igen. Én nem így akartam mondani. Na, de ez mindegy. Én azt gondolom, hogy ennek a könyvnek a klúja az, hogy a képnek a klúja egy punktum. Na most, hogyha ezt az egész dolgot egy ilyen nem simán a képek, nem a fényképek, nem is csak a képek szintjét próbáljuk érteni, hanem az akkor már meglevő szövegszerűségre való gondolkozásbeli áttérésként, akkor a kérdés az az, hogy a szövegedben van-e valami olyan, ami a párt szerint a fényképbe adott. Na de a szöveg, a szöveg az nem kép? De igen, de most vegyük úgy, hogy nem. Szóval nem hiszem, hogy ezt vagy eljárt. Na jó, de érted, hogy mit akarok kérdezni. Tehát... Nem biztos. Nem biztos. Hát ha elolvasok egy szöveget, akkor bennem nem a szöveg marad meg, nekem legalábbis nincs ilyen memóriám, nekem egy kép marad meg, hogy mit olvastam. Aztán, hogy ez lálóképp... Lehet, hogy neked úgy kell erre a kérdésre válaszolni, nem vagy benne biztos, hogy ez egy jó válasz, de akkor úgy kell válaszolnod, hogy a szövegnek a punktuma az a kép, ami benned keletkezik. Na, vagy annak egy részlete. Én ezt elfogadom, csak nem tudom, hogy például Gergely mit mond erre. Meg az jó, hogy is érdekel látom. Hát nem tudom, mivel maga Bárt nem alkalmazta a szövegekre a stúdiumpunktunk, viszont jelentésekre egy hasonló dinális ellentétet, ezt a obvius és obtusus ellentétet, obvie, obtium, ezt elmondta. Tessék? Ezt magyarul mi lenne? Hát nehéz lefordítani, ugye a vírus az a jelentés, amelyik ilyen kézenfekvő általános, ez megfelel a stúdiumnak, gyakorlatilag látom, hogy miről szól a kép, mondjuk így tudnám erre vonatkoztatni. Hát a téma. Az obtuzus az meg az a homályos háttér jelentés, ami viszont már az én szubjektumomtól nem választható el. Tehát nyilvánvalóan a szövegekben is van ilyen, ha csak azt, arra gondolunk, hogy a híres könyvére, az Balzac Sarrazin, az Esperzett könyvére, a Balzac Sarrazin színű novelláját elemezve, ő egy klasszikus 19. századi szövegből csinál egy valami, nem is használhatta meg ezt a szót, egy posztmodern szöveget, mert szétdarabolja, széttöri, aztán újra rendezi az egészet. És menet közben rengeteg helyen kiderül, hogy abból a szövegből melyek voltak azok a punktuális részek, hogy ezt a kifejezést használjam, amelyek őt megérintették abban, hogy tehát ha akarom, akkor lehet a szövegelméletre a textuális irodalom felfogása fel a közeledbe is lehet alkalmazni a punktus stúdium jelentétet. Tehát, én nem tudom, de ugye nincs ellenpróba, mert ugye a könyv megjelenése után, 1980 áprilisában jött az a kis teherautó és elütötte őt, tehát nem tudjuk, hogy merre kanyarodott volna a pályája. Ja, bocsáss meg, de egy Eszterházi könyv kapcsán éppen te emlegeted fel a punktumot, ha jól emlékszel. Én nem emlékszem, de könnyen lehet. De, Isten őrizt az ember, hogy minden emlékezzen egy leírt életet. De majd fő, hogy én emlékszem rá. Írd el az Eszterházinak egy könyvét. Igen, maga többet is Isten több könyvét is írtam, és ugye ezeket nem találkoztam.